Valaha nagy jelentősége volt a középületeken található napóráknak, mivel az emberek innen tudták, hogy mennyi az idő. Manapság a napóráknak más a szerepe, hiszen a fizika fejlődésével nagyon pontos órák állnak rendelkezésünkre, úgyhogy a napórának jelenleg kultúrtörténeti, esztétikai szerepe van, illetve fontos dolgokat lehet megtudni arról a helyről, ahol a napórák találhatók. Az asztalon egy asztali napóra található, ami nagy előnye, hogy hordozható, ugyanakkor a gimnázium belső teraszának a falán található egy fali napóra. Az asztali napórát jóval könnyebb volt elkészíteni, mint a falon található fali napórát, ezért a fali napóra sokkal izgalmasabb. Maga a napóra bonyolultnak tűnő szerkezet, bizonyos helyeken nagyon egyszerű, például az északi sarkon egészen könnyen lehetne napórát készíteni, főleg ha megelégednénk az idővel, hogy az időt mutatja a napóra. A napóra egyik legfontosabb alkotó része a mutató pálca, amelynek az árnyéka mutatja az időt. Az idő mutatásával azért van egy kis kérdés, hogy milyen időt mutasson. Az egyik kérdés, hogy a zónaidőt mutassa, itt ezen a zónaidő látható, illetve itt fönn, vagy pedig a helyi időt, ami eltér a zónaidőtől, Gyöngyösön 20 perccel tér el a kettő, Gyöngyös majdnem a 20. hosszúsági körön van, a 15. foknál kezdődik a zónaidőváltás, és 5 x 4 perc, ezért 20 perccel előbb van dél, mint ahogy a zónaidő szerint lennie kellene. Ez a árnyékvető pálca, igazából kettő, itt található egy kis megvastagítás a közepén, ez egy csavaranya, a fali napórán egy szép gömb található. Ez arra szolgál, hogy ahova a gömb árnyéka esik, az meghatározza számunkra a dátumot. Tehát a napórán található órát jelző vonalak, ezek ilyen sugáros szerkezetűek, és jelentenek láthatók dátumot jelző vonalak, ezek pedig az ezekre átmerőlegesen, közelmerőlegesen haladó görbék. Igen fontos vonal ezen a napórán a március 21. szeptember 22-éhez tartozó vonal, amelyik egyenes, és csak ez az egy dátumvonal egyenes. Ez azzal függ össze, hogy a napi egyenlőség alkalmával a napsugarak éppen merülegesen sütik a Föld forgástengelyét.